Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett és így szólt hozzájuk: menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus láb előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: nem de 10 tisztultak meg? Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzáfordult: kelj fel és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Az ember sokszor abba a tévedésbe esik, hogy amit kézzel foghatónak, amit szemmel jól láthatónak tart, azt véli valóságosnak. És valahol egy érdekes kontrasztot villant fel a mi úrunk a 10 leprás történetében. Már az eleje, illetve az egész leírás is szokatlan és furcsa. Lukács, akiről tudjuk, hogy polgári foglalkozását tekintve orvos volt, korának egyik legműveltebb és nyilván ezzel együtt legérdeklődőbb embere az Isten ember szeretetében, a felénk tanúsított irgalmas jóságában soha nem mulasztotta el abszolút részletekre menően közölni a csodás gyógyítások menetét. Lukács mindig terápiát közöl. Őt orvosként lenyűgözi az eljárás, a gyógyítás folyamata. Talán ezért annyira kontrasztos a mai evangéliumi szakasz, mert Lukács egy szóval nem beszél arról, hogy a mi úrunk hogyan gyógyította meg a 10 leprást. Nincsenek itt a szokásos motívumok, hogy hogy érinti meg, hogy milyen anyagokat, milyen eszközöket használ, vagy alkalmaz közben, mit, hova ken, hová nyúl. Szó sincs róla. Nagyon szűkszavúan bánik Lukács a leírással. Jön a 10 leprás, meggyógyítja őket, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, tartsátok meg az ószövetségi előírásokat, majd ha ők gyógyultnak, nyilvánítanak, akkor minden rendben lesz, hiszen az ő joghatóságukról van szó, nehogy véletlen az ószövetségi törvényt rigorózusan megtartók tyúk szemére lépjünk. És nagyon érdekes a történet. Egyetlen egy fordul meg, egyetlen egy jön vissza, egyetlen egy tapasztalja magán a gyógyulás jeleit, illetve mindegyik tapasztalja, de egyetlen egy gondolja úgy, hogy neki ezt meg is kell köszönnie. Még egy lapáttal lát ez a történet, hiszen nem azok jönnek vissza, akiktől várnánk. Már megint valaki, olyas valaki jön vissza, akitől nem várnánk, akit a korabeli hallgatóság megvetettnek, lenézetnek, Istentől eltaszítottnak tart, a szamaritánus jön vissza, ez az egy, aki visszajön, ez bizony szamaritánus volt. Csak neki jut eszébe megköszönni. És érdekes, hogy azzal zárul a történet, hogy menj, a hited meggyógyított téged. Na de hát álljunk meg egy szóra. Hát előtte már meggyógyította, nem? Akkor most miről is van szó? Arról, hogy nekünk már megint csak az a fontos, amit látunk. Ami a szemünkkel, az érzékszerveinkkel, a minket körülvevő világból letapogatható. Amit megfoghatunk, amit érezhetünk. De valahol a gyógyulás.
a gyógyítás folyamata nem zárult akkor le, amikor elküldte őket. Nem arról van szó, hogy mutasd meg a papoknak, hogy a tüneteid elmúltak. Valahol az ügy mélyére kell tekinteni. Valahol a tünetek mögé kell nézni. Valahol nem a külsőleg látható és tapasztalható kellemetlenségeket kell elmulasztani. Az okokat kell keresnünk, a gyökereket kell kutatnunk. Nem véletlen, hogy a zárszó ez. Menj és a hited meggyógyított téged, hogy igazán gyógyultál a 10-ből, ez az egy vált. A másik 9-nek tüneti kezelés jutott osztály részül. Lehet, hogy ő nem érezte magát betegnek. Lehet, hogy az arra hivatottak nem látták rajtuk a tüneteket, de a háttérben valami nagyobb és valami rosszabb ott lappang, ott marad és ott munkál. A megtérés műve hiába ülteti el az Úr az indikátort. Nem teljesedik be. Ennél az egynél teljesedik be. Aki tudja, hogy ezzel dolga van, aki tudja azt, hogy ez rajta nagyon-nagyon kívülálló, valami nagyon felette álló erő és hatalom műve, aki tudja, hogy itt valami olyasmi történik, amit sem a papok, sem az írástudók, sem a farizeusok, sem ő maga nem tud megmagyarázni, hogy életet nyert, és ezt meg kell köszönni. Mert ez nem az ő hatalmában áll, ez nem az övé, ez valami összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint amire ő vagy a kor orvosai és tudósai képesek lennének. Egyetlen egy megy vissza. Egyetlen egy érzi azt, hogy hálával tartozik. Egyetlen egy, a kiközösített, a megnézett, a lenézett, a leköbdösött, a szamaritánus, a kitaszított a körön kívüli. Azért súlyos tanúságokat hordoz ez, hogy gyakran a vélt vagy valós Krisztushoz tartozásunk egy olyan hamis biztonságtudatba ringat minket, ami elaltatja az emberben azt az ösztönös rácsodálkozás képességét, ami alkalmassá tenné arra, hogy tudja azt, hogy nem jár. Semmi sem jár. Az egyház sem szolgáltat, hogy igen, meg kell köszönnünk. Az élet legtermészetesebb, legalapvetőbb, legmindennapibb dolgait is. És az az egy, akinek ez a biztonságtudat nem jut osztály részül, akit a nagy egész kidob, aki tudja, hogy mennyire kell vigyázni a magára, az az egy jön vissza, és az az egy köszöni meg. Abban az egyben éri el a gyógyítás, a terápia, a nem látható, a felszín alatti folyamatok a maguk teljességét, az az egy jut el a megtérés, a metanója csodájára és valóságára, az az egy valóban gyógyultan távozik. Mennyien, de mennyien vagyunk tünetmentesek. És milyen kevesek, akik valóban meggyógyultak.